A tanítás nevelés. Nem az a fontos elsősorban, hogy hogy tanulja meg a gyerek azt a dallamot, hanem hogy, hát, hogy ő belőle milyen ember fog válni. Az, hogy mi népzenét tanítunk, az ahhoz egy eszköz vagy egy lehetőség, hogy egész embert neveljünk. Semmilyen tanulási folyamatban nem lehet megkerülni ezt a személyes megérintődést. Onnantól kezdve lesz ez nagyon inspiráló, megélő, hogy az ember találkozik azokkal az öregekkel, akik ezt a zenei nyelvet anyanyelvi szinten használták, és ezek a minták, ezek nagy lendületet adtak. Visszaemlékszem arról, hogy mi mindent kaptunk a népzenétől, hogy nyitott egy új világra nekünk kaput. Végül is ez a népzenei hagyomány, a nagybetűs hagyomány. Azért őrződött meg valami, mert az igaz, jó, szép és hasznos. Tehát nem csak egy zenei gondolkodásmódot hoz ez magával, hanem az ember megkívánja ismerni azt a közeget, ami ezt a zenét kitermelte. Kapcsolatba kerül egy olyan kultúrának az utolsó képviselőivel, ami elmúlik. Mikor én elkezdtem muzsikálni, akkor azon gondolkodtak a tábor szervezői, hogy melyik mestert hívják. És eltelt 20 év, és gyakorlatilag már nem nagyon tudunk mestereket hívni. A Pásztor Csillag Alapítvány munkáját megpróbáljuk úgy felépíteni, hogy legyenek az év során olyan visszatérő alkalmak, amikor ők vagy elmélyítik, illetve ezekkel az élményekkel még gazdagítják a tudásukat. Sokszor egy egyhetes tábor valójában többet ér, mint az év maradék 350-valahány napja. Marci bácsi, jobban szeretem, kiskacsa küldik Fekete Tóba. Hát megfürödhet a Dunában is az a kiskacsa, nem? Ja. Jó, ti átveszitek a szélre, és mi pedig az őszelükre jövünk majd vissza, jó? Egy így, egy úgy, egy közösen. Figyelitek a kezem, rajta van a kéz. 3, 4. Van egy erős vágy mindannyiunkban, hogy lehetne ezt még több ember, vagy még több gyerek számára elérhetővé tenni. Ehhez kellenek olyan emberek, vagy olyan személyek, akik tudjanak hitelesen tanítani, és tudják ezt továbbadni. Ugyanakkor a népzenének a helye az nem külön tantervekben, meg külön tanmenetekben lenne, hanem az egész oktatásba kéne a néphagyományhoz való viszonyultságnak valahogy máshogy kinéznie. Egyfajta alapot, egyfajta axiómát kell képeznie. Tegyünk rá még egyet így, hogy végig megy a recsegés. Ez az. Ezt a magyar pásztor furúja örökséget szélesebb társadalmi csoportokra kivetíteni nagyon nehéz, mert blokkflőte műanyag furúján furújázzák a magyar népdalokat ides tova nem tudom hány év ízede. Lehet uniformizálni ezzel a kromatikus hangsorral, ami a klasszikus zenei műveltségből származik át, és a zongora hangjait. Ezzel agyon csaptuk a táj jellegi sajátosságokat, a dunántúli semleges tercet. Így van, a lezárás megmarad ugyanaz. Azaz, rakjuk össze az egészet előről. Egy hangszín, ahogy megszólal egy hangszer, hogy az milyen faanyagból van, ott már a műanyag furúja, ott tényleg semmit nem tud ebből fölmutatni. Egy valamit tud fölmutatni, hogy tényleg lehet belőle gyártani 10 000 egy tök egy formát. Ezzel mind kiiktatjuk azt, ami miatt a zenénk alakul a hangszerhez, és a hangszer alakul a zenéhez, és akkor abból létrejön a magyar népzene gyönyörűsége. Ez egy nagyon hosszú távú stratégia kéne, aminek először fölülről kéne elindulnia, tehát az egyetemeken, a főiskolákon, hogy az óvónők úgy jöjjenek ki, hogy ők magyar népi játékból ismernek 300-at mondjuk. A magyar néptáncot nem úgy ismerik, mint egy-egy tánclépés, hanem hát nehogy Isten a saját jókedvükben is tudnak esetleg néptáncolni. Sokkal inkább magától értetődővé lehetne tenni, hogy mi az a magyar hagyomány, amire föl kell építeni minden nevelői munkát. Az uniformizálással
Hát, az a sok baj van. Tegnap a pókemberes egyforma póló volt a divat, tegnap előtt a Tom és Jerry is, és ha valaki ezzel szembe azt mondja, hogy hát ő nem kér ebből a hetente, naponta, óránként változó valamiből, mert neki van sajátja, egy életen át se nagyon tudja megunni, mert annyiféle és annyira szerteágazó. Ezt esetleg valódi közösségek éltetik, személyes kapcsolatokkal, emberek muzsikálják, baráti társaságok járnak össze, akkor neki nehezen lehet eladni a holnap utáni legújabbat. Így vagyunk mi veszélyesek a divatra, meg az uniformizálódásra.